Sziasztok! Képzeljétek el, annyira boldog vagyok, hogy így remegek. Tényleg így nagyon fel vagyok hype-on, nagyon boldog vagyok, mert most beszéltem Zolival, aki elmeséli nektek a történetét. Csak hogy azt akartam mondani, hogy ez csodálatos, és nagyon örülök. Sziasztok! Kiszoltán vagyok, és körülbelül 15 éve diagnosztizáltak nálam cukorbetegséget, amit kezdetben gyógyszerekkel tudtunk rendben tartani, diétával. Aztán inzulin lett belőle, és most 4 hónapja elkezdtem, 5 hónapja gyakorlást itt a Namiékkal, és hála valaminek és az összes oktatónak. Először nagyon elszaladt a vércukrom, 15-16-os értékek is voltak, és most legutóbb 6-3-ot mértem. Úgyhogy én mindenkit csak bátorítanék, hogy kezdjétek el a gyakorlást. Nekem ez egy csoda, és nagyon szépen köszönöm. Meg még ezt fontos hozzátenni, hogy nagyon sokan tapasztalják azt, hogy nem a betegség romlik, hanem a tünetek felerősödnek a gyakorlás kezdeti szakaszában. Ezt nevezzük úgy, hogy tisztulási tünetek, de ezek nem okoznak kárt, mint ahogy neked is felugrott egyszer-kétszer, de igazából hosszú távon úgy néz ki, hogy ez az érték, ez a 6,5, ez gyógyszer és inzulin nélkül. Nem mondhatjuk azt, hogy a cukorbetegség meggyógyul, mert orvosilag gyógyíthatatlan. De azt javaslom, hogyha érdekel benneteket ez a téma, akkor nézzétek meg mi a videóját, mert ott is azt látjuk, hogy a cukorbetegség inzulin és gyógyszer nélkül vissza tud állni normális vércukorszintre. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Köszönöm.